Oroszlán község bányásznépe ünnepi díszbe várta a kultúrház felavatására érkező Rajk László belügyminiszter. A menet tarkaságában kedves színfolt a sok magyar ruhás lány felvonulása. Előtte való nap volt az esküvőm. Június 14-én esküdtünk, és június 15-én volt Rajk László. Ön ott volt ezen a kultúrházavatáson? Persze, hát még ebéden is. Kővágó bácsi azt akarta, hogy én meg a férjem öltözünk föl menyasszonyi ruhába, vőlegényibe, és akkor a Rajk Lászlóval mellett ilyen bányász esküvő, de mi nem egyeztünk bele. De jobb is, mert azóta már nem élnénk. Úgyhogy ez az igazság. Hát igen, mert Rajkot másfél évvel később felakasztották. Bennünket is felakasztottak volna. Hangsúlyozta a dolgozó nép művelődésének fontosságát és a kulturális élet színvonal emelésének jelentőségét. A demokrácia tartozik a legnehezebb munkát végző dolgozóknak azzal, hogy ilyen intézményekkel biztosítsa szellemi életük javítását, és ezzel is építse a szebb munkás jövőt. Na most ez a bányatelep, akkor egy pár száz fő élt itt gyakorlatilag, hát ezekben a baraklakásokban, túl sokan nem. Hányan lehetünk, 300-valahány család, több nem volt, nem. Most volt itt három akna, köré települtek, hát ezek a házak, bolt, kocsma, egyebek. 16-os volt, valamikor 19-es. Az már csak később lett, az már csak csak a 16-os akna volt. Én azt biztosan tudom. Voltak ezek a lapos tetejűek, ugye, azok a barakok, igen. Hát ott meg a felsőtelep, ott még felsőtelepen kemencék is voltak, ott voltak tisztviselők is, meg bányászok is. És amikor mentünk a sportpályán, mellett volt édesapámnak az a kevés földje, a dolina, és akkor Labánszki Bereg, és akkor mentünk a felsőtelepre, mondom, mi füstöl, és papa mondja, hát égetik ki a kemencét a bányászasszonyok, ott még sütötték a kenyeret. A felsőtelepen 8 ajtószak voltak, egy házban 8 lakás volt. Itt a alsótelepen, itt már csak 6 ajtószakat csináltak és lapos tetejűt. 17 éves koromban kifutónak mentem 17-es aknára, 3 hónapig voltam kifutó, de besegítettem a irodába, mert volt hozzá érzékem, adtak feladatot. Küldtek egyik bányához, küldtek még boltba is élelemért, meg ide-oda, biciklivel, akkor még biciklivel jártam, jó messzi 17-esre. Hanem aztán, mikor meghallottam, hogy a lámpakamrában lányok mennyit keresnek, 2 falusi lány is ott volt többek között, engem evett a fején, én megyek oda, nem akarták, le akartak beszélni az igazgató is, hogy nem menj, mert 3 szak, meg ez, meg az. De én megyek, na, el is engedtek, hát mi volt? Kifutóként 300 forintot kerestem, 3 hónapon keresztül voltam. Utána ugye irodában dolgoztam 600 forintért, lámpakamrában meg 1100-at is megkerestem, az szép volt annak idején, 51-be, 52-be. Télen a fogatosok szenet hordtak, tehát amikor nem volt télen munka, az egy jó dolog volt, hogy behozták a környékbeliek a színcédulát, én összegyűjtöttem, és a fogatosoknak volt a fogaton ilyen 3 rekesz. Abban mindegyikbe belengedtek a színosztályzón 7 mázsát, vagy 8 mázsát, kinek mennyi volt. És a színcédula alapján a férjem somlói volt, és a somlóiak hozták zömében a színcédulákat, és utca szerint a férjem összerakta, mert ő ismerte, hogy minél előbb, minél praktikusabban lehessen leengedni a szenet mindenkinek a háza elé. Ő segített nekem esténként összerakni a színcédulákat, összekötözni, és akkor reggel a kezébe nyomtam a bácsiknak, hogy akkor mehetnek és vihetik a szenet. Én fuvaroztam, és ott a majkiak, többek voltak, akik a bányánál dolgoztak, és kaptak széncédulát. A széncédula az egy mázsa szén volt, ha jól emlékszem. De az oroszlányi szén, most már úgyis
becsukott a bánya, tehát lehet mindent rá mondani, de tényleg egy pocsék szén volt. Több volt benne a kő, mint a szén. Egy barna szén volt. A darab, ott a bánya is sokkal jobb volt. És hát el kellett menni, oda bekaptam a széncédulát, hogy legyek szíves hozzám el nekik a szenet. Én nem tudom már kinek, mert többen voltak, akik érték, akik kaptak ezt a széncédulát. És elmentem a rakodóra, mint mindenki más, aki a szénért ment. És a rakodónál oda kellett állni, oda kellett tolatni a szekeret a rakodót, és arra rászugant az, a mázsán állt az ember, és rászugant az egy mázsa szén, és akkor jó napot. És volt ott egy oroszlány manusz, aki valamit jártatta a száját, és kicsit tett egy valami megjegyzés valószínűleg az apámra, mire fel azt mondtam neki, hogy ha jobb apám kenyerét enni azelőtt, akkor most se törölje belé a lábát. Ebben el volt intézve. Na aztán egyszerre csak gyűjtek innen a csákvári rendőrségtől, jöttek, értem, mondván, hogy én azt mondtam volna, hogy háború lesz, hogy a tanácselnök ilyen kis ember lesz, és én nem tudom mi. Na most, amikor ezt hallottam, mindent nagyon csodálkoztam, mert eszem általában sem lett volna ilyesmit mondani, de hát ezt fogták rám. A tárgyalásom nagypénteken volt, ahol az oroszlányi fuvarosok azt az ellenkezőjét állítottak, mint amivel engem vádoltak. Megvédték önt gyakorlatilag. Igen, megvédték. Két ember volt ott, aki állítottak, hamis tanú, azok továbbra is állították, de pehjük volt. Hát engem ugyan fölmentettek, de ez azt tudtam én, hogy ez annyiban járt, hogy elvisznek is tartsára. Na most ami még egy érdekes dolog, hogy tulajdonképpen nem vagyok babonás, de érdekes módon az a két ember, aki engem vádolt, az nem természetes halállal halt meg. Amikor én az osztályzón voltam 51-be, akkor is mentek a csilléken a levelezések. A rabok, akik a bányában voltak, igen, és ment a krétával a levelezések, igen. És akkor mondták a Nehiba, bácsi Brembergi, a művezető mondta, hogy ezt a rabok írták, meg rajzoltak a csillékre. Hát mi esetleg visszarajzoltuk, de nem tudtuk a nevüket, meg nem is láttuk őket. Miket üzentek? Igen, igen. Persze, hát hisz rabok a bányában voltak, a Kocsedón is, meg a másik bányában is. Miket írtak, emlékszik? Hát nem tudom már mikor. De volt olyan, hogy eljön az az idő, mikor mi is úgy fogunk dolgozni, ahol ti vagytok, vagy ilyesmi, szabadok leszünk, valami ilyesmik voltak, meg rajzoltak is, de már annyira nem emlékszek. Az előtekkel nem úgy volt, hogy bármikor mehettünk, meg volt az, hogy hetente hányszor volt hús, és akkor is, hogyha azt akartuk, hogy disznóst vagy esetleg rántani való valamit kapjunk, éjfélkor oda kellett állni a bolt elé, hogy egyáltalán kapjunk valamit. Hát volt is ilyen emlékem, ugye hát a búcsú révén, hát én is elmentem éjfélkor sorba állni, hogy legyen egy kis valami rántani való is, ne csak mert marhahús, azt lehetett kapni jó fagyussat. És hát a férjem az otthon volt, a gyerek pici, és hát én elmentem, és gondoltam, hogy mire ő elmegy munkába, addigra én azért csak hazamegyek. De hát olyan sokára húzódott el, mert elég sokan voltunk már éjfélkor is ottan, hogy nem is tudom, talán olyan 8 óra volt, mire én hazamentem a hússal, és szegény gyermekem már üzi ágyban már üvöltött. A háború előtt már ki volt jelölve egy fotballlabda, illetve fotballpálya helye. Szóltunk a szülőknek, és azok meg jöttek nehéz boronával, meg lovashengerrel,
szétterítették, szépen elegyengedték, hát akkor már szuper volt a hely. A város minden pontjáról jöttek a gyerekek, összejöttünk ott. Akkor kerültek ide oroszlányra a brembergiek. Az összes brembergi gyerek oda jött, ott volt, ott focista. A községi tanács az alakított egy futballcsapatot, illetve hát egy sportkört. Akkor két sportkör volt, oroszlányon volt a bányás sportkör, meg a mostani alakuló a bástya sportkör. És akkor megvolt a felnőttek, ugye felnőtt csapat volt, tehát olyan felnőttek, hogy még fociztak már, voltak nősök is, ilyen legények, meg mit tudom én is. Akkor a Grundból négyen kerültünk be a felnőtt csapatba, és akkor megvolt a fényképen is megvan. Már a háború utáni években, ugye akkor én akkor cseperedtem, föllettem 15 éves, és hát ugye szerveztük ezeket az összejöveteleket, megalakultak a faluba is az ifjúsági szervezet, az EPOSZ, a paraszt fiataloké, a bányász fiataloké, és hát szerveztük ugye ezeket a mulatságokat. És hát ott is volt egy olyan népszokás, hogy a lányoknak körbe kellett állni, amíg a szünetekbe, és énekeltek. Bált rendeztek a Cermannál, ott általában fuvorzene volt, nekünk az volt a legjobb. A fuvorzene, Kecskédről is hívtak néha a zenekart. De volt bál, a felső telepen volt, a kettes körzetben, ott a Luisa mellett. Volt a Vájár iskolában, még a sportnál is, sőt a Magocs Kovácséknál is volt bál, arra is emlékszem. De mi mindenhol ott voltunk. Mi mindenhol ott voltunk. Volt oroszlányom a Rezes Banda, volt cigányzenekar, és hát volt a Hanzlik Citerás bácsi, Pali bácsi. És hát a lányok körbeálltak, egymásba karultak és énekeltek. Mert tudnélik, a bálba egy lány csak nem mehetett kísérő nélkül, csak ha valamelyik komoly fiú udvarolt neki, az volt a kísérő, vagy a mamája kísérte. Az előttekkel ugye úgy volt a bál, hogy gardémama kellett ahhoz. A Vájár iskolába jártunk például, meg a kettes körzet. És ott minden szombaton volt bál. Hát a drága, én drága édesanyám, ugye mindig, de sokszor ült reggel padokon ültek úgy a bálterem szélén. Ült a padokig, mert hát kísért, akkor még nem volt udvarom, kísért oda, és akkor sosem felejtem el, amikor neki nem tetsző fiúval táncoltam, és a tánc végén nem álltam vissza a körbe énekelni, akkor mindig csóválta a fejét nem tetszését, úgy fejezte ki. Az anyám végigült a reggel, hatig képes volt ott ülni a padon, csak hogy ott legyen. Átjártunk ezért, mondjuk én nem annyira, hanem a fiúk inkább Gesztesre, Somlóra, szintén bálba, a búcsú, amikor volt, vagy mit tudom, milyen bál, biciklivel átjártak oda. Hát az én bátyám is Gesztesről nősült például. A Csendőr laktanya mellett volt egy klub nekünk az 50-es években, ott pingpongoztunk, meg mentek még a Kazalnak a számai lemezről, hát akkor, és a Pista volt hát ő volt a gondnak, és akkor ott lányok a lányokkal táncoltak. Volt úgynevezett intelligencia bál, az is volt. Az intelligencia az ki volt. Az aljegyző, a jegyző, a tanítók, ide tartoztak az iparos emberek is, volt a Csurik Hentes, volt a Major Hentes, akkor ugye az Asper Kocsmáros, a Cermann Kocsmáros, ez volt az intelligencia. A templomba is úgy ültek, az első padba a lányok ültek, a második padba az intelligencia, és utána jött a többi nép. Télen nem fociztunk, hanem sietünk. Háború után síléc nem, hát honnan vettünk volna. Visszamaradt, háborúból visszamaradt síléceket
azokkal sieltünk. Víztorony, ahogy van mostan. Na most azzal szemben ott az a legmeredekebb hely. Hát ott volt nekünk a sípályánk. És akkor volt egy pince a hegyoldalba, ugye annak volt egy ilyen kis kiállója, és akkor az volt a ugrató, azon ugrótó. Anyukám az olyan volt, hogy nagyon szeretett menni moziba is. Apukámnak mindig mondta, hogy ugye János, vigyázol a gyerekekre, hogy Katica jöjjön velem moziba. És apukám mondta, hogy nem vigyázok, ne menjetek. De hát azért csak elmentünk. Úgyhogy oda felső telepre kellett menni. Nagyon messze, nem volt máshol. Ugyan volt a faluba, a községháza mellett is volt egy mozi, mert volt egy mozi, ugye, de hogy aztán az te már működöttél utána, már azt nem tudom, mert az volt az első mozi. A nagynénikém, akinek nem volt családja, azok hazajöttek Pestről, és akkor közösen kezdtünk építkezni itt Malomsoron, fel is épült a ház, és aztán ugye a bánya kisajátította, és akkor ugyanakkor a telket kaptunk Haraszthegyen. És akkor a bánya felépítette. A bánya azért sajátította ki, gondolom, a malomsori telkünket, mert itt építette. Igen, 61-ben jöttünk, vagyis innen. Hát majdnem csak ott lakom, itt a Hentesboltban szembe, ott volt a házunk. És 61-ben kellett, addig rákészított, és 61-ben mentünk a Haraszthegyre lakni. Mi 48-ban belkerültem innen, mikor hazajöttem, amíg élt az én édesapám, és én hazajöttem, akkor ő mindig mondta, hogy na gyere, Katicám, úgy készülj, hogy délután megyünk egyet, sétálunk. És akkor elindultunk, akkor mutatta nekem, hogy most épülnek a tömblakások. Ugye épült a mozi, épültek a házak, apukám az annyira tudott örülni mindennek. Gomba mód nőttek a házak, hát nagy öröm volt. Főleg a városkapura emlékszem, mikor csinálták, hogy milyen, mert József Attila iskolába jártunk mi. Hatodikba jártam fél évkor, mikor kikerültünk a városba, József Attila iskolába. Hát fájó volt kicsit, mert mondták, hogy jönnek a falusi libák. Kukorica levélből volt formva nekünk. Szatyor, és abba voltak a füzetek, könyvek. Nem volt aktatáska, mint sok városi gyereknek, hogy aktatáska, meg töltőtól, meg ilyesmi, csak szerényen. Ha az idősek felébrednének, hát visszaszaladnának, ahonnan jött. Nem. Ha meglátnák, hogy mi lett a faluból. Igen. De hát ez nagyon jó volt azért biztos, mert oroszlány azért már szegény kis község volt. Nagyon jól jött a bánya.